Sziasztok, Dáj vagyok az NDH ról, a kamera mögött Mendi. Sziasztok! Mai napon pedig ismét egy sorsoláshoz érkeztünk el, nagyon szeretünk sorsolni. Jelen pillanatban a következő fordulóját a nyolc sereg csatájának fogjuk kisorsolni, a szombat illetve a vasárnapi napnak a párosait. Most először úgy csináltuk meg a kiírást, hogy megpróbáltunk lehetőséget adni arra, hogy mindkét napra tudjatok jelentkezni, tehát nem csak akkor nyílt meg a szombat, amikor a vasárnapra nyolc játékos betelt, hanem nyitva volt mind a két játéknap, és ezt többen, ha jól láttam, ki is tudták használni, tehát volt olyan játékos, aki azért tudott eljönni, mert ki tudta választani, hogy melyik napon szeretne jönni, mert a másik napon mondjuk ami dolga volt, így aztán azt találtuk ki, hogy akkor maradunk ennél a fajta formátumnál, és mindig majd mind a két nap meg lesz nyitva, és akkor tudtok jelentkezni. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy vasárnapra van 7 darab játékosunk, mivel már itt tartunk a sorsolásnál, ezért úgy fogjuk megoldani, ahogy szoktuk, hogy egy beugróval fogjuk kisorsolni a vasárnapi 8 játékost, hiszen párosan kell lennünk. Hogyha valaki még szeretne jelentkezni, akkor fog tudni. Értelemszerűen azt az ellenfelet és azt a sereget fogja kapni, amit most a beugrónak kisorsolok, tehát erre a helyre tud érkezni. Gyertek, segítsetek nekünk vasárnap, mert nem szeretnénk mi játszani, de ha minden kötél szakad, akkor valaki majd a Hákúnak a csapatából fog beugrani vasárnap akkor a beugró helyére. Szombati napon teljesen rendben vagyunk, hára Kalesznak, aki azt mondta, hogy ő a vasárnapi nevezése mellett szombaton is, ha lehet, akkor szeretne jönni játszani, és természetesen ilyet is lehet. Tehát Karesz egyszer szerepelni fog a szombati játékosok között, és egyszer szerepelni fog a vasárnapi játékosok között is. Így aztán szombaton meg vagyunk hatan, vasárnap pedig heten vagyunk, tehát oda még egy embert várunk. Még egyszer mondom, ne habozzatok jelentkezni, ha van kedvetek, mert akkor nem kell senkinek beugrani a hákuból és tudunk maradni okoskodó bírák, meg pizzarendelők, meg süteményes táltöltögetők, hát olyan, olyan dolgok, amikhez mi is értünk, az nem kell sok tudjátok, mi inkább azt szeretjük csinálni. De ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük el a sorsolást. Az első asztalon a szombati nappal fogjuk kezdeni, de el fog játszani, ugyanis neki három sereg is van, ami úgymond tiltott. Ez ugye azért lehetséges, mert két sereget mindig kizárhatnak a játékosok, amivel nem szeretnének játszani, ez Dell esetében az Ork és a Tiranida volt. Viszont van egy olyan szabályunk is, hogy ha már volt nálunk a játékos az ezévi bajnokságban, hiszen ez most már egy bajnokság szerűen megy ez a nyolc sereg csatája, és a játékosok szépen gyűjtögetik a pontokat, akkor, amit az előző körben játszott, ha az ismét van olyan sereg, amit az előző olyan körben játszott, amikor itt járt nálunk, akkor az neki automatikusan tiltott, ez pedig a Sororitas volt Delnél, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a Tiranida, már meg nem mondom pontosan, de a lényeg, a lényeg, hogy ő fog játszani az egyes asztalon, és ha ezeket a seregeket húzom neki, akkor azt automatikusan visszarakom, hiszen ezeket ő nem kaphatja. Megnézzük, hogy mit húztam. Húztam neki egy jó kis Blood angel -t. Ez nem szerepel a tiltó listán, úgyhogy ezzel de el nagy erőkkel el tud kezdeni játszani. A Blood Angel sereget nagyon szépen köszönjük Attilának, aki összerakta és a rendelkezésünkre bocsátja. Most a Blood Angel lesz az egyik vendégsereg. Ez is egy hagyomány nálunk, hogy igyekszünk nem csak a HQ saját seregeiből összeállítani a csapatokat, hanem mindig próbálunk keresni vagy elfogadni olyan ajánlatokat játékosoktól, akik szeretnék a kicsit furábban összerakott, vagy extrémebben összeállított, vagy hangulatosabb seregeiket megjáratni, és bedobni ide a közösbe, hogy más játékos tudjon velük játszani, mert az is egy alapelvünk, hogy itt nem a seregekkel játszanak a játékosok, hanem inkább egy kicsit őrültebb, egy kicsit fláfosabb, egy kicsit hangulatosabb, kicsit egyedibb csapatokat szoktunk összeállítani. Úgyhogy Attilának nagyon köszönjük a Blood Angel sereget. Megnézzük, hogy de ezzel a Blood Angel csapattal kivel fog összecsapni. Kores szombati inkarnációjával fog találkozni, aki azt mondta, hogy nem szeretne orkokkal és tiranidákkal játszani. Megnézzük, hogy akkor vajon tudok-e húzni neki egy olyat, ami nem ez a kettő. Nos, az Imperial Guard az abszolút nem ez a kettő, ami akkor úgy fog kinézni, hogy Karesz, szerintem Karesz ugye rendszeresen jár hozzánk, de talán Imperial Guardot még nem kapott soha, úgyhogy neki ez most egy új élmény, egy új sereg lesz. Ezt én raktam össze, én követtem el ezt a gárdot. Van benne három tank, meg van benne jó sok gép, egy ilyen nagyon sokat lövős IG sereg. A Blood Angel viszont, mint említettem, nem az a klasszikus, rengeteg Sanguinei Guard, rengeteg Dead Company, hanem van benne például Bar Predator, meg ilyen egyéb hangulatos kis Blood Angel egységek. Úgyhogy érdekes lesz, hogy vajon le tudja lőni az Imperial Guard. Akinál, akinél viszont egyébként van némi Mili is, mert úgy állítottam össze, hogy azért legyen, mert egy kicsit legyen, akkor ez is egy ilyen érdekesebb imperiál sereg, ne csak a rengeteg lövés, úgyhogy ez egy jó kis birodalmi rangadó lesz. Nézzük, hogy a kettes asztalon ki fog vitézkedni szombaton, ami pedig nem lesz más, mint Horváth Bence, akinek most éppen nincsen semmi olyan sereg, ami le lenne tiltva. Tehát bármit kihúzok. Bencének bármi jó, minden jöhet. Ez pedig nem lesz más, mint az Adepta Sororitas. Ez új szerzeményünk, ég a kezem alatt a munka, ezt egy két hete kezdtem el ezt a sereget kifesteni, és még van rá ugye most másfél hetem, hogy befejezzem. Flingers cross hogy ez sikerüljön. Egyébként ez első sorban Combat Patrol dobozokból van összeállítva, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a kontraszt féznek megköszönjük azt, hogy az egyik ilyen kombat patrolt, összesen háromból van összerakva ez a sereg, azt ők bocsájtották a rendelkezésünkre. Nekem Bécivel volt már korábban egy kis adepta sereg kezdeményem, aminek soha nem ültünk neki, hogy megépítsük, de most, hogy így sikerült hozzá még egy kombat a kontrasztfész segítségével, így már akkor úgy vagyunk vele, hogy na, akkor kezdjünk bele a nővérek gyűjtögetésébe, is, hogy legyen a hákúnak egy nővérserege is, amit most Bence majd hadba fog vezetni, mindjárt kiderül, hogy ki ellen. Nem más ellen, mint Szabó Balázs, aki azt mondta, hogy ő a káosz démonokkal, ezt most meg nem mondom, hogy ezt ő mondta, hogy nem szeretne, vagy ez lehet hiltott sereg neki az előző körből, de az biztos, hogy hatalmas démonpurgálás várható akkor ebben a csatában. A szorolítás sereg rengeteget tud lőni, vannak repentiák, úgyhogy picit tud azért közelharcolni is, van rengeteg szárnyasa, és ez sajnos pont a káosz démon, úgyhogy ez megy is vissza, nem megy vissza, kihúzom újra, ezt állandóan benézem. Inkább mellé tesszük, hogy ne húzzam ki újra, hiszen Balázs azt mondta, hogy a káosz démonnal nem szeretne játszani, vagy valamiért tiltott volt neki. Na, cserébe kipróbálja a Chaos a szöges ellentétét, mert ez egy tau sereg. Ezt nagyon szépen köszönjük Duci Maxnak, ez is egy vendégsereg lesz. Örültem volna, hogyha el tud jönni bírónak is, vagy remélem, hogy el tud jönni. Duci, ha hallod, akkor gyere nyugodtan bírónak, mert fogalmunk sincs továbbra sem a tau seregről. Bár átnéztem a listát, és úgy körülbelül érteni vélem, hogy mi micsoda benne. De tök jó lesz majd egy olyan sereget bíráskodni, meg egy olyan seregbe segíteni, amihez tényleg semmi közem nincs. De majd megpróbálok felnőni a, a feladathoz. Chaos Démon visszamegy a zsákba, hiszen az utolsó két párosnál nem biztos, hogy le lesz tiltva. Nézzük, hogy ki lesz az egyik. Azt mondja, hogy fate Attila, aki a Blood angel ő saját maga tiltotta, ezt biztosan tudom, mert ilyen seregünk még nem volt. És még egyszer nagyon köszönjük neki, hiszen azt mondta, hogy nem szeretne a saját seregével játszani. Ehelyett fog játszani. Egy nagyon kellemes ork sereggel, ezt Béla állítja össze, és ha jól gondolom, akkor egy, egy szintén nem egy klasszikus ork sereg lesz, nem ez a hatalmas Green Tide és rengeteg míri ütés, hanem lesz benne azért más is. Viszont Attilának olyan szempontból feküdni fog biztosan az ork, hogy a, a Blood Angelhez hasonlóan ez is egy nagyon mílis történet. Úgyhogy, hogy, úgy, hogy hajrá, a véres vá majd előre tör, és akkor ez egy kicsit hasonlítani fog a, a Blood Angel seregre. És akkor nem maradt más hátra, mint uh, TF, aki, ha jól emlékszem, a Dark Angel tiltotta le, mert a múltkor ő Astra Militárumot játszott, úgyhogy uh, egyedül az az, amit vissza kell dobnom, hiszen az Astra Militarum, az Imperial Guard, az ugye már kiesett. Milyen érdekes, hogy kétféle néven írtam fel? Ez van, amikor az ember már régóta játszik és emlékszik a régi dolgokra. Ugye az Astromilitem az ugyanaz, mint az Imperial Guard. Leánykori neve az Astromilitemnek az Imperial Guard. Viszont most egy jó káosz démonnal fog tudni kiállni az orkok ellen. Na ez egy igazi hírig lesz. Annyit mondjuk hozzátennék, hogy ez a káosz démon sereg, ezt én követtem el, ez, ez, abszolút nem az a klasszikus korncsereg, amit én játszani szoktam. Ez egy borzasztó leves, ahogy ez össze van rakva. tehát van benne rája, nörgöl, soul grinder, van benne bloodthirster, van benne lord of change, van benne egy slanes demon prince, amit el tudsz képzelni, minden őrültség benne van, úgyhogy lehet vele lőni, és egy kicsit lehet vele varázsolni, és lehet vele természetesen ütni, hiszen a démonoknak mégiscsak az az alapja. Úgyhogy megnézzük, hogy mennyire lett ez az ork sereg nagyon ütős, és hogy a Chaos Démonnal összeütnek-e, vagy ez is egy kicsit taktikásabb, egy kicsit technikásabb lett, mert a Chaos démon azt én egy olyan seregnek gondolom, amivel, amivel azért kell több az, hogy mi legyen a dolog, mert, mert nem ez a tipikus betolom rád a nagy démonokat, aztán majd azok, azok az, jól agyonvernek történet. Ez lesz akkor összesen a hat játékos szombaton, az 1 2-es, 3 asztalokon. Ami fontos, és most még beszúrom ide itt a közepébe, hogy arra a döntésre jutottunk, hogy sajnos nem fogjuk tudni kinyomtatni a sereglistákat. Ugye emlékeztek rá, egyedik PDF-ben mindig ki voltak nyomtatva a sereglisták. Most ugyanúgy megkapjátok majd a sorsolás után az összes sereglistát, mindegyiket meg lehet nézni, de mindegyik pont rossz formátumban lesz. Ugye ez az a formátum, amit a Battle Scribe seregépítő program kilök magából alapjáraton, és ezt a formátumot az kezeli, úgyhogy majd arra kérünk mindenkit, hogy valamilyen formában hozza magával a sereglistát, mert nem fog majd rendelkezésre állni papíron itt sem, csak digitálisan használjuk már mi is, mert rengeteg papír és nyomtató toner használódik, ami hát nem kevés pénzbe kerül. Úgyhogy légy szíves majd a listákat akkor valamilyen eszközön, vagy nyomtassátok ki, ahogy szeretnétek. Ugye ezt át lehet a Battlescribe-ba konvertálni TXT-be, át lehet HTML-be, át lehet PDF-be, tehát mindent meg tudtok tenni vele, amit csak szeretnétek, át tudjátok konvertálni, ki tudjátok nyomtatni, magatokkal tudjátok hozni, hogyha ez a szimpatikus, de nálunk itt most csak digitális formátumban lesz meg. És akkor rövid kitérő után akkor maradunk ennél. Ez lesz a szombati menetrend. Mert szerencsére a másik kamera felvette, úgyhogy akár össze is valóban. Azt mondja, hogy ez meg vagyunk, és akkor nézzünk egy adag új seregkártyát. Kivesszük belőle ugye azt, ami benne maradt, a két darab sereget, hiszen különben meglepő duplikációk történhetnének. Látszik, nincs csalás, nincs csalás, a két sereg volt benne, belekerül az új nyolc darab sereg, ami vasárnap fog játszani. Itt szintén nincs semmi csalásállomítás, ez teljesen üres volt, ezt odébb rakjuk, és akkor itt két játékosnak fogunk húzni először ellenfeled, de akkor nem kaphatják egymást, ami nem lenne fel, úgyhogy az egyiket tegyük bele az elején, majd őt kiveszem utána, és a többi játékos pedig innen jön. Ugyebár itt is van két olyan játékos, aki három sereget is vagy tiltva van neki, vagy hogy valamilyen módon letiltott, tehát főleg azért, mert ők már jártak nálunk, és két sereget letiltottak pluszban. Ebből most az első, a Tsuneo lesz, akinek kihúzunk egy ellenfelet. Ő fog játszani az Egyes asztalon, ő a Chaos Démont, a Dark Angel-t és az orkot tiltotta le. Ha jól emlékszem, akkor Chaos Démonnal és talán Dark angel -le, vagy lehet, hogy Orkkal már játszott úgyhogy ő is megpróbált úgy lavírozni, hogy, hogy egy neki tetsző sereget kapjon. Ő nagyon szeretne Nobcycle sereggel játszani, úgyhogy gondolom erősen utazik a taura, Majd mindjárt meglát. És ez tényleg nem csalás, benne van az összes többi is, de Tau. Úgyhogy Cuneo megkapta az ismét a Antipsyker vagy a nópszálker sereget egy jó Tau személyében. A tau sereget néztem, amit én értek hozzá, ez sem egy annyira meta sereg, mert nincs benne ilyen nagy Crisis Blob, meg, meg Talán se, hanem, hanem inkább másfajta unitokkal operált duci. Talán egy Shadow azért van, ami még úgy viszonylag gyakori szokott lenni. Megnézzük, hogy a Cuneo szerintem a múltkor Chaos Demonnal játszott, úgyhogy a nagyhatalmas velekedés után, az én korn -seregemet vitte. Mit fog szólni egy ilyen nagyhatalmas lövöldözéshez? Nézzünk neki egy ellenfelet. Ilyenkor mindig megy az imádkozás, hogy ne emel legyen, mert vele szoktak rendszeresen játszani. De nem, ugyanis ez Kuator Karcsi, a gyulai kirendeltségünk vezetője, tiszteletbeli vezetője. Ugye ő annyit jár fel hozzánk, hogy már szinte kevesebbet van otthon, mint itt, de ez tök jó. Ő nem tiltott le semmit, nézzük, hogy akkor most. Az a sereg pedig, amivel a múltkor játszott, most nincs úgyhogy ez neki azért nincs kirakva. És akkor megnézzük, hogy Cuneo mennyire tudott felkészülni a múltkori csatában a káosz démonokból, ugyanis most a taukat egy káosz démon sereg ellen fogja vezetni. Ez alapjáraton a lelövő de beér, tipikus története lenne, viszont Karcsinak itt szerintem nehéz dolga lesz, hogy ő is megfejtse, hogy ebbe a káosz démon seregbe milyen fajta szinergiákat véltem én belerakni. Meglátjuk, hogy sikerül-e feltárnia a a káosz démonok rejtelmeit. Egyébként, mivel ő Space Wolf játékos, ezért a millió az azért valamilyen szinten feküdni fog neki, de mint említettem, ez a káosz démon sereg azért mást is csinál, nem csak verekszik. Vegyük ki most a zsákból, kivételesen belenézünk, ugyanis megkeressük Emelárdot, aki szintén sok sereget tiltott, hogy nehogy olyat kapjon, ami, ami tiltott neki, ne csak olyan maradjon a zsákban. Többieket visszarakjuk, Megkeverjük, nem nézek bele, nem néztem meg, úgyhogy Emelárd fog játszani a kettes asztalon, hiszen neki is a Chaos Démon és a Tyranida tiltva van, az nem is három, hanem csak kettő. Emelárd az, aki nagyon nem szeret rosszakkal játszani, úgyhogy bármit is húzok neki, az mindenképpen annak a fajnak egy pacifista és jó lelkű verziója lesz. A Chaos Démonnak meg a Tiranidák ilyen valóban nincs, vagy legalábbis még nem hallottunk róla. Ellenben a Blood angel azok abszolút pacifisták, tehát teljesen békés bandáról van szó. Megpróbálhat egy jót Space Marine-azni MLR-t, ezzel az elég különleges Blood Angel sereggel. Space Marine-hez képest talán annyira nem különleges, Blood angel képest mondom azt, hogy egy picit szokatlanabb. Úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy fog neki menni. Nézzük, hogy ki lesz az ellenfél. Torma ugye őt láthattátok nem régiben az intermédieten is tovább jutott és járt nálunk a döntőben. Ő nem tiltott semmit, mert ő egy ilyen nagyon bátor srác. Azt mondja, hogy aki, aki vezet, az pff, annak bármi jöhet. Nincs kihívás. Szerencsére kókuszgólyot reméljük, hogy megint hoz, mindig hoz. Azt mondja, hogy nos, egy Angel az Angel ellen. Ez egy Dark Angel seregre sikeredett. Ez, ez, ez szintén egy érdekes történet lesz, mert egy ilyen ö, nem konformista Blood Angel-ök fognak játszani egy full Green Wing Dark Angel ellen. Ez mondjuk Tormának szerintem talán valamivel jobb, mert ez a Dark Angel sereg szerintem hasonlít arra a fajta Blood raver amit ő szokott játszani, mert ez is inkább egy ilyen standard Space Marine-ra hajozó sereg lett így. Meglátjuk, hogy emel dal miért fognak bunyózni, de két szuper jó hangulatú játékosról van szó, mind a kettőkkel már volt szerencsém játszani, és tényleg abszolút élmény velük a játék, úgyhogy remélem, hogy egymásban is jó játszótársa fognak találni. Karesznak következik vasárnapi inkarnációja, aki orkot és tiroidát nem szeretne továbbra sem. Ajaj, aj, még egyik se jött ki. Reméljük, hogy nem húzom egyiket se, vagy ha igen, akkor visszarakom. Nézzük, hogy a szombati megmérettetés után egy adepta Sororitas, Az előbb, ha jól emlékszem, de javíts ki az asztromilitán az imperiál gárdot húztam a karesznak, és mondtam, hogy az neki új sereg. Igen, menni bólogat, így volt. Vagy ő se tudja, ez a kettő verszió lehetséges. Most akkor karesznek a... Hát az nincs, az is egy új sereg lesz neki szerintem, mert eddig főleg Necronnal, Dark Angel-lel, meg hasonlókkal játszott. Megnézzük, hogy akkor a nővérek mennyire fognak feküdni neki. És az ellenfele pedig, kicsit majdnem lefagytam, az pedig nem lesz más, mint Beugróvasárnap, Mr. Beugróvasárnap. Tehát ide lehet érkezni, a karesz a nővére, csapata ellen lehet majd játszani. Megnézzük, hogy mivel mivel a beugrott most húztam ki, de mindegy, ez már ilyen szóvic volt, ami tényleg nagyon a, nagyon a legalja. Egy jó ork csapattal fog játszani a beugró vasárnap. Tök jó, mert így már akkor nem lehet a Béla. <laughs> ez az ő serege. Baszus, a Béla a Bélát megmentette a sorsattól, hogy be kelljen ugrania. Úgyhogy akkor itt most, itt most vagy várunk valakit, vagy bécire, vagy rám vár az ork sereg. Bécire hamarabb, mint rám, ha csak nem utálná nagyon meglátjuk, hogy akkor hogy alakul a dolog, de, de szerencsére így, így Béla megúszta, hogy ő legyen a beugró. Nézzük, hogy ki lesz a négyes asztalon. Kovács Bence, akinek szintén tiszta lapja van, tehát bármi érkezhet hozzá. Megnézzük, hogy mi az, ami érkezni is fog. Ami nem más, mint a tiranidák. Hát ez Bencétől szerintem nagyon távol áll <laughs> Legalábbis én még őt ilyen hasonlóval se nagyon láttam játszani. Kiderül, a Tiranida az most egy borzalmas mastermass lett, amit összeraktam, ez nyilván az én agyszüleményem. A e, ami nagyon jó benne, az, hogy benne van a Dimakaron és benne van a Malantróp. Ugye bár ez két olyan unit, amitől a GV hát hogy is mondjam, áldásos döntése alapján a Tinaida játékosok a tizedik kiadásban elbúcsúznak, úgyhogy ez nekik egy ilyen ö, hattyú tánc, így a végén a dolognak. Ö, és egyébként pedig rengeteg Carnifex van még benne, van benne Exocrine, van benne Sporocrist, van benne Nagy Tojás, úgyhogy egy ilyen totál full monsterre összerakott egyedi high fleet, direkt a masterekre optimalizált egyedi high fleet, tehát nem, nem a szokásos kraken, meg nem a szokásos leviatán, hanem egy, egy saját kreálmány. Kíváncsi vagyok, hogy Bence hogy fog vele boldogulni, és nagyon remélem, hogy nem egy olyan páros maradt a végére, hogy újra kelljen vennünk az egészet, hiszen az már csalás lenne, nem, hiszen Miklós Csaba, aki szintén tiszta lappal jön, sikerült egy olyat meghagyni, aki azt mondta, hogy neki teljesen mindegy. Csaba ugye egy abszolút Dark Angel játékos, de ő is már másodszorra van itt, csak az a sereg most nincs, amivel ő legutóbb játszott. És ő pedig megkapta az Imperial Guard, avagy Astra Militárumot, úgyhogy megnézzük, hogy a... Hát ez a Dark Angel az annyira nem hasonlít, mert a Dark Angel képest ez az Imperial Guard legalábbis gyalogság szempontjából nagyon papír, a Dark angel meg ugye nem nagyon vannak masszív járművek, amik az Imperial guard már inkább jellemzők, amikkel viszont sokkal nehezebb manőverezni, főleg a viszonylag sűrű pályákon, amiket mi használni szoktunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy Csabának mennyire fekszik ez a kicsit háttérből. Próbálom lelövöldözni a nagyhatalmas tényleg szörnyeket. Olyan szempontból ez egy tök jó csata lesz, hogy baromi nagy dolgok fognak lőni, baromi nagy dolgokra, amik részben visszalőnek, részben pedig igyekeznek odaérni, hogy szétverjék a baromi nagy dolgokat, amik éppen lövöldöznek rájuk. Nos, akkor ez itt a vasárnapi felállás. Láthatjátok most mind a kettőt, valahol a képernyőre kirakom őket. Továbbra is akkor várjuk az ork a beugrót vasárnapra, aki első körben az Adepta sororitas fog találkozni, illetve még egyszer felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy, hogy nem lesznek meg kinyomtatva a sereglisták, tehát létszős vagy nyomtatva, vagy valamilyen formában hozzátok magatokkal. Persze letölteni itt is nyilván le lehet nálunk, tehát digitálisan oda fogjuk tudni adni. Még egy apróságot még hagy közbe, közben, ugyebár zajlik egy nyereményjátékunk, egy új Leviatán doboznak az alkatrészeit, a darabjait, a unitjait, illetve az alapkönyvet fogjuk kisorsolni majd most már kevesebb, mint három hét múlva, ami a Fönix csarnok jóvoltából került hozzánk, még egyszer nagyon köszönjük, és ennek a unit rúszterére lehet nálunk jelentkezni, illetve az alapkönyvre és a kártyacsomagra. Eddig is nagyon sokan jelentkeztetek, nagyon szépen köszönjük. A feliratkozásokat is hagyd köszönjem meg, bár ugye ezt én nem szoktam, de mivel most megkértelek titeket, hogy csak úgy tudtok ebben a játékban részt venni, hogy feliratkoztok, ezért illik, hogy meg is köszönjem, aki ezért cserébe ezt megtette. És valószínű, de ez még nem biztos, hogy mivel az alapkönyvre rengetegen nagyon sokan jelentkeztetek, ezért nincs kizárva, hogy abból majd csinálunk egy pótfordulót, de ez még csak ilyen nagyon szikrit információ. Ezt még majd, majd meglátjátok, hogy hogyan fogjuk megoldani, majd, majd ügyesben megoldjuk, hogy abból, abból, majd legyen esetleg még egy, mert abból ugye csak egyet tudunk adni, a unitokból meg viszonylag sokat. Köszönjük szépen már a figyelmeteket, meg volt a sorsolás, a seregeket a szokásos helyen a videó alatt megtaláljátok ebben a pont rossz formátumban. Ha ez valakinek valamiért nem feküdne, vagy nem működne, akkor jelezzetek vissza, és annak elküldjük más formátumban is a sereget, hogy át tudja nézni, hogy tudjon belőlük készülni. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!